Szokatlan környezetben a Kállai gyűjtemény darabjai. A tárgyakat eddig közel 150 négyzetméteren a Nyírvíz palotában láthattuk. Mostantól azonban új helyükön a nyíregyházi Kállai kúriában tekinthetjük meg már mintegy 1200 négyzetméteren. A tárlatnak is otthont adó neoklasszicista stílusú épület az elmúlt 9 évben jelentős fejlesztésen esett át. Két ütemben a Modern Városok program keretében összesen 994 millió forintból újult meg kívül és belül. A keddi ünnepélyes átadáson a pénzügyminiszter is részt vett, aki beszédében hangsúlyozta, azért, hogy eligazodjunk a jelenben és iránytűt találjunk a jövőben, minél több arcát kell megrajzolnunk a magyar történelemnek. Ehhez pedig fontos a múlt kiemelkedő alakjainak bemutatása. A Kállai család és az 1942 és 44 közötti miniszterelnök Kállai Miklós előtt a haza iránti elkötelezettségük miatt adózunk, tette hozzá a politikus. Olyan embernek állítunk tehát emléket, aki egy borzalmas történelmi helyzetben hazája és a magyar emberek érdekeit próbálta érvényesíteni. Rá különösen igaz, hogy egy embertelen korban is meg tudott maradni embernek. Kállai Miklós emlékezete különösen fontos számunkra, hiszen jól látta a veszélyeket, amelyeket a két elnyomó eszme, a nácizmus és a bolsevizmus hordozott hazánkra nézve. Kötelességünk tehát méltó módon megőrizni azoknak a nagy magyar családoknak a történetét, életét, amelyeknek tagjai alakították a történelmünket, és korokon átívelően harcoltak és dolgoztak Magyarországért, tudásukkal és művészetükkel gyarapították a nemzet szellemi vagyonát. A család részéről a volt miniszterelnök unokája fejezte ki örömét, amiatt, hogy most már nem csak nevében, hanem a tartalma miatt is köze van a családnak az épülethez, amelyben az ő édesapja és egyben a gyűjtemény alapítója Kállai Kristóf született. Szerintem ennél jobb hely nem lehetett találni, és remélem, hogy még rengeteg műtárgy van, és könyvek a Kristóf unokaöcsém, a Helén, a Dénes, aki Göttingenben él, hogy lassan-lassan most már kiöregszünk, és hát hova adjuk. A gyerekeinknek nem nagyon érdekel. Én már mondtam másoknak, hogy ha megkérdezik a gyerekeket, akkor ő azt mondja, hát papi, inkább egy IKEA bútort nekem jobb. Hát akkor melyik jobb hely, mint idehozni ezeket a dolgokat? Hozzátette, ő maga is tervez még idehozni tárgyakat. Amint egy 16 ezer könyvet is magába foglaló gyűjtemény mellett egy másik látványos kiállítás is helyet kapott az épületben, a Nyíregyháza történetét bemutató tárlat, amely a régi értékeket, mások mellett fegyvereket, öltözékeket és különféle használati tárgyakat a modern technika használatával interaktív módon prezentálja. A kúria 2018 őszén került a város tulajdonába. Nyíregyháza polgármestere az eseményen arról beszélt, hogy új tartalmának köszönhetően jobban megismerhetővé válik a város és a megye története. Az volt a célunk, ez volt a modern városi szerződésbe is foglalva, hogy méltó emléket állítsunk a egykori miniszterelnökünknek, Kállai Miklósnak, aki nagyon nehéz időszakban, náci megszállás előtti két évben volt az ország miniszterelnöke, illetve azoknak az értékeknek, amit mondjuk a kállaiak és az az egész történelmi osztály hátrahagyott, és szerettünk volna bemutatni Nyíregyháza történetét is egyúttal. Nem volt eddig Nyíregyházát bemutató várostörténeti kiállítás, most ezt is megoldottuk. A polgármester hozzátette, a 3000 négyzetméteres megújult és akadálymentesített Kállai ház újabb színfoltja a város szívében folyamatosan épülő kulturális negyednek, amely hamarosan tovább bővül. Év végére fejeződhet be a kúria és a színház közötti egykori helyőrségi és művelődési otthon felújítása, amely Színbád néven többek között színház történeti múzeummal, 3D-s mozival és bisztróval várja majd a látogatókat.